Jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk nézőit, mutatjuk e heti műsorunk képes tartalomjegyzékét. Újra nyitottak a kulturális intézmények megyeszerte, több hónap után fogadhatnak újra látogatókat. Régi értékek új köntösben, megújult a Balatonboglári Művelődési Ház. CET-ről készült az év sajtófotója, ismét elhódította a kategória győzelmet a kaposvári ifjabb Lőrinc Ferenc. Korlátozásokkal ugyan, de megyeszerte újra nyitottak a kulturális intézmények. A jelenlegi szabályozás szerint a könyvtárak, múzeumok, mozik csak védettségi igazolvánnyal látogathatók. A kaposvári Takács Gyula könyvtár nem hagyja cserben azokat az olvasókat, akik nem rendelkeznek ilyen igazolvánnyal. Továbbra is működik számukra a küszöbb könyvtárrendszer. Nagyon sokaknak, akik olyan korúak, mint én, még emlékeznek rá, hogy bátyáink, szüleink, ugye a balatoni és kanizsai kinizsi söröket itták. Itt van például egy régi üveg. Én pont azt mondtam, hogy mit nem adnék, hogyha megkóstolhatnám, hogy 40 évvel ezelőtt a bátyámék az aratáson ilyen sört kaptak a somogyszili kocsmába. Tehát milyen jó lenne megkóstolni. Hát sajnos itt az üvegek azok, amik felelevenítik ezt a kort. Vannak régebbi üvegek is természetesen, 20-as, 30-as évekből. A sörkészítést bemutató vendégtárlat és újra látogatható a kaposvári Riprónai Múzeumban. Az intézmény november óta tartott zárva, ezen a héten kedden viszont ismét kinyithatott. Az összes időszaki kiállításunk egyelőre látogatható, mert a lebontásuk nem abban az ütemben történt, ahogy terveztük. A mögöttem látható sörkiállítás például még nem meghatározott időben kerül innen el, tehát én kapacitálnék mindenkit, hogyha kíváncsi erre a nagyon-nagyon jó kiállításra, akkor most még néhány hétig biztos, hogy megnézheti. Illetve természetesen az állandó kiállításaink úgy a Fő utca 10-es épületben, mint a Fekete István látogatóközpontban, illetve a Riprónai villában látogatható. A jelenlegi szabályozás szerint a gyermekek mellett csak védettségigazolványa rendelkező felnőttek látogathatják a múzeumot. Ugye mivel mi egy megyei hatókörű múzeum vagyunk, nagyon sok területen dolgoznak a kollégák, ehhez illően sokfajta kiállításunk van. Lehet tudni, hogy egy régészeti kiállítás található a Fő utca 10-es épületben, egy másfél éve nyílott numizmatikai kiállítás látható ebben az épületben, a híres természettudományi kiállításunk, ami a gyerekek és felnőttek körülben a legnépszerűbb. Két néprajzi kiállításunk található az épületben, ugye a látványtár, illetve a Somogy megye népművészeti bemutató népművészeti kiállításunk. Sajnos a Riprónai Ödön gyűjteményét bemutató kiállítás a második emeleten nem látogatható. Hála Isten azért, mert meg fog újulni, és a beruházás már elkezdődött. Visszatértek az olvasók a kaposvári Takács Gyula könyvtárba is. Már az első nyitvatartási napon is nagy volt az érdeklődés. 77 olvasó közel 300 dokumentumot kölcsönzött ki, mondta Horváth Péter igazgató. A Csokonai utcai főkönyvtár az kedden délben nyitott, és a Honvéd utcai fiók könyvtárunk pedig szerda 10 órakor nyitott ki a látogatók előtt. Az első tapasztalatok alapján nagyon örülnek neki a rendszeres könyvtár látogatók, és megértik azt, hogy belépni a jogszabályok szerint csak védettségi igazolvány birtokában lehet. Tehát aki ilyennel nem rendelkezik, ő elfogadja azt, hogy továbbra is az ajtóban tud kölcsönözni, ahogy a korábbi hónapokban is erre volt lehetőség. A könyvtárak is csak védettségi igazolvánnyal látogathatók. A gyermekolvasók védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében kereshetik fel a bibliotékákat. A könyvtár bejáratánál az ott dolgozó munkatársaim kérik mindenkitől, hogy mutassa meg az igazolványát, illetve hát amennyiben ilyen nincs, akkor ők szolgálják ki a látogatókat az összekészített csomagokkal. Tehát működik továbbra is a küszöbb könyvtár és a rászorulóknak a kiszállítás? Igen, a rászorulóknak a kiszállítás ugye az már jóval a pandémia előtt is működött, hiszen szerettük volna azoknak is biztosítani a szolgáltatást, akik nem tudnak eljönni a könyvtárhoz, és a küszöbb könyvtár pedig természetesen működik mind a két helyszínen továbbra is, hiszen azoknak is szeretnénk biztosítani a dokumentumokhoz való hozzáférést, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal bármilyen okból.
Újra nyitott a Fonyódi Könyvtár is, amelynek dolgozói az elmúlt hetekben házhoz vitték az olvasnivalókat. Akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, azok számára az előre megbeszélt könyvcsomagokat az ajtóban tudják átadni. Nyitott a Csiky Gergely Színház is, májusban 7 előadás látható majd a teátrumban, június 1-től pedig megkezdődnek az elmaradt előadások pótlásai. A nyitásra készülnek a Senna és Kanzen munkatársai is, a járványügyi szabályok betartásával a szabadtéri gyűjtemény várhatóan május 22-én a pünkösdi hétvégén fogadja először a látogatókat. Kívül-belül megújult a Balatonboglári Művelődési Ház. A lengyel-magyar barátság háza a II. Világháború idején épült, azóta nagyobb átalakítás nem volt az épület történetében. Most viszont teljes korszerűsítésen esett át, megújult belső térrel, vizes blokkokkal, új színpadtechnikával és a szabadtéri rendezvényeknek helyt adó tágas udvarral, mobillelátóval bővült a ház és környéke. A lengyel-magyar barátság háza nem csak a két nép közötti évszázados barátságot jelképezi, az épület maga is történelmi jelentőségű, mind a lengyelek, mind a bogláriak történelmében. 1940-es évek elején, amikor Németország megszállta Lengyelországot, a lengyel gimnáziumok bezártak, és a világon egyedül itt Balatonbogláron működött lengyel nyelvű gimnázium, ahol lengyel tanárok, lengyel gyerekeket, menekülteket tanítottak, érettségi vizsgát tettek. Ezért a mai napig nagyon hálásak a lengyelek, és Boglár pedig őrzi ennek az emlékét. Az, hogy a városban lengyel gimnázium működhetett, a balatonboglári plébános Varga Béla nevéhez kötődik. Több mint 100 lengyel fiatal tehetett érettségit anyanyelvén e falak között. Hősiességéért a lengyel kormány nagy érdemkeresztet adományozott a boglári katolikus plébánosnak. A boglárcsikok emlékét azóta is őrzik a településen, amelyért tavaly tavasszal a város vezetője is magas rangú lengyel állami kitüntetést kapott. A felújított épületben pedig méltó környezetben emlékezhetnek majd ezentúl magyarok és lengyelek egyaránt. Az épület 80 éve készült 1941-ben, és hát nyilván eléggé megkopott már, egy óriási épület felújítást tudtunk elvégezni kívül belül. Megőriztük azt a vakolat rendszert is, amit még Kocsis Iván álmodott meg 80 évvel ezelőtt, de a tetőszerkezet megújult, a vizes blokkok, a belső burkolatok, a teljes fűtési rendszer, az elektromos rendszer, tehát azt hiszem, hogy a színpadtechnika egy teljesen új, modern változatát építettük be hangosítással, egy kis kamaraterem, sőt egy kis kávézó is létesült, azt hiszem, hogy mindenkinek a kedvére járunk majd. Nem csak az épület belseje, de az udvar és a szabadtéri színpad és környezete is megújult. Nagy attrakció azért itt Bogláron mindig a szabadtéri színpad és a nyári színházak. Ez is visszatér Boglárra, ugyanúgy, hogy most már évek óta a kultkikötő segítségével. Teljesen megújult a szabadtéri színpad, a régi elbontásra került, és egy vadonatúj, magas, szép, tágas szabadtéri színpad készült mobil lelátóval, mint egy 5-800 ember tudunk majd leültetni, úgyhogy nagyon várjuk már a június 18-át, amikor a díszelőadással indul a boglári nyár. Az épület és környezetének felújítási költségei közel 400 millió forintba kerültek, amelyből topos pályázaton 260 milliót nyert a város, a fennmaradó összeget viszont saját forrásból biztosították. A CET és az Emberek című képével a természet és tudomány kategóriában az év sajtófotója díjat nyerte ifjabb Lőrinc Ferenc. A kaposvári fotós nem először nevezett már az országos pályázatra. 2017-ben és 2019-ben is első helyezést ért el képeivel. Idén nyertes fotója még tavaly évelején készült a Fülöp-szigeteken. Direkt ezzel a célen merültem ott két napot, hogy szerettem volna jó képeket csinálni, megbeszéltem ott a merülőjének a tulajdonságával, és hát talán egyedül voltam búvár, illetve volt egy kísérőm egy helyi. Tehát azért itt ez itt búvárkodni, nem búvárkodnak ezen a területen. Miért? Hát itt az állatoknak a védelme az nagyon fontos, és ugye a vakut nem is lehetett használni, mert nagyon közel volt az állat, és egyrészt a vakokarok nagyon nagyok, és én nehogy beleakadjak valamelyikben, másiknak, hogy azt nem tudom, hogy ez így van-e, vagy nincs, szerintem nem így van, de ők azt gondolják, hogy a szemét bántja a vakunak a fénye. Ezt pont én azt láttam, nagyon sokat merültem, meg rengeteget fotózok, hogy valahogy az van, és ezt a Máté Bence fogalmazta meg, hogy a vakut, azt az állatok azt úgy érzik, mint a villámot, tehát hogy nem,
nem zavarja a szemüket, de hogyha egy nagyon erős zseblámpába belevilágítunk az állat szemébe, akkor az rettenetesen zavarja. Nem tudom, hogy ez, én azt gondolom, hogy valószínűleg ez így van, víz alatt is, meg a vízfelszínén is, de ennek ellenére ez nem egy vakus kép. A Fülöp-szigeteki Cebu-szigeten fotózta ezt a 10 méteres cetet ifjabb Lőrinc Ferenc. A cápák uszonyára Kínában nagy a kereslet. A sziget déli felén élő helyiek halászatból élnek, és a hatalmas ceteket is lehalásszák. Oszlop környékén, ahol a kép készült, viszont együtt élnek ezekkel a cápákkal. Itt ebben a faluban itt kitalálták, hogy elfogyott már gyakorlatilag a halásznivaló, vagy a vadásznivaló, és elkezdték ezt oda szoktatni magukhoz, az öbölben olyan 8-10 állat él, és délelőtténként etetik őket, és a turisták gyakorlatilag egy látványosságként csónakból meg tudják nézni ezeket az állatokat, illetve lehet velük szonorizni, tehát be is engedik őket, tehát megfogni nem lehet. Én ott búvárfelszereléssel merültem 2 nap, és közben csináltam ezt a képet. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége idén is meghirdette a magyar sajtófotópályázatot, amelyre közel 300 fotográfus, mintegy 2500 pályaművel, és összesen több mint 7200 képpel nevezett. A kaposvári fotós képe a természet és tudomány kategóriájában nyerte el az első díjat. A képnek az érdekessége, hogy egy feles kép, ami azt jelenti, hogy a domport, ami a kamerának az objektívja, az félig a felszínen van, félig pedig a víz alatt, és itt a hullámzásból lett a képnek egy ilyen dinamikája. Ifjabb Lőrinc Ferencnek ez már a 4. első díjas víz alatti felvétele a magyar sajtófotó pályázaton. 2017-ben a Szemtől szemben, 2019-ben pedig a Nylon című fotója lett a legjobb a természet és tudomány kategóriában. Ebben az évben a sport témájában is nyertes lett Pillangó című fotója. A víz alatti fotózás az alapvetően természetfotózásnak az egyik faja, úgyhogy jellemzően azért állatokat fotózunk. 2007-ben kezdtem el 14 éve búvárkodni, és nagyjából az első merülés során vittem le fényképezőgépet magammal. Azért tükörrefeszes géppel a mai felszereléssel, amivel ma fotózok, az körülbelül olyan 2000, azt hiszem, hogy talán 11-be kezdtem, és 14-be kezdtem el full frame-mel teljes lelkaképkockás kamerával fotózni víz alatt. A fotózás az gyerekkori szerelem, a búvárkodni a 2007-én, akkor 37 éves voltam, úgyhogy ezt nem lehet elég későn kezdeni, azt mondom, most 51 vagyok, és én azért vittem le a fényképezőgépet, mert valamilyen fantasztikus világ volt a víz alatt, és azt gondoltam, hogy ezt jól lenne megörökíteni, vagy egyáltalán megmutatni a többieknek. Aztán az, hogy ezt egy picit elkezdtem komolyabban venni, annak meg az volt az oka, hogy nagyon izgatott ez a víz alatti, mint technika is, mint mérnöknek is, hogy hogyan lehet a víz alatt fotózni, úgyhogy hogy azt teljesen más körülmények között vannak, tehát a vízsűrűség, a fénynek a hiánya, tehát hogy ez egy nagy kihívás. Na, hogyan lehet a víz alatt jól fotózni? Hát a víz alatti fényképezésnek annak az a titka, hogy vakut kell használni. Pont ez a kép, ami itt van, ez nem az, mert ez pici mélységbe készül, de általában 800-szor sűrűbb a víz a levegőnél, és a fényképezés magában a szóba benn van, hogy fényképezzük le. Tehát a tárgyra rávető a fény, ez normál esetben vagy a nap, vagy egy villanynak a fénye, és azt látjuk visszatükröződni a tárgyon. Itt a víz alatt, hogyha nincsen megvilágítás, ez körülbelül 5 méter alatt eltűnik a vörös fény, és 35-40 méter mélységben minden szín eltűnik. Tehát nagyjából akkor látunk színes képeket, hogyha ezt egy valamivel megvilágítjuk, ez lehet egy zseblámpa vagy egy vaku, mi vakut használunk a víz alatt. Nekünk azért korlátozottak itt a lehetőségeink, én általában búvárfotós versenyekre, nemzetközi versenyekre küldök képeket, és azon szoktam utat nyerni. A Kubában voltunk, Távol-Keleten, Balin, Indonéziában, Fülöp-szigeteken, ahol ez a kép készült, Vörös-tengeren, többször Szudánba, Egyiptomba. Nagyjából ez a terület, hát lehetne még menni, azért tudnám sorolni. Amennyiben a vírushelyzet engedi, újra útra kell ifjabb Lőrinc Ferenc. Mint mesélte, a Maldív és a Fülöp-szigetek, valamint a Vörös-tenger is kiváló búvárfotós helyszín. Székely népviseletek készülnek Vidáné Csendes Cecília kaposvári műhelyében. A Veszprém Tánc Együttes számára Varja hímezi a különleges ruhákat, amelyek szövetét Csapó Angéla népi iparművész szőtte. Mint azt Cecília elmondta, néptáncos múltja is segít abban, hogy könnyen viselhető fellépő ruhákat készítsen.
felcsíki székelyföldi viselet, ez a kettő az ezer kockás viselet, ezekből is többfajta létezik, hogyha itt látjuk, van amelyiknek mellénye van, vagyis lájbi, ott úgy mondják, és ennek pedig kis testőn álló kis vizitke, olyan, mint egy kis kabát, és plisszérozott szoknyája, alatta alsó szoknyával, egyel vagy kettővel, ezekhez a viseleteknek nem sok alsó szoknya társul, tehát nem olyan, mint a somogyi viseletek, hogy ilyen nagy bő, egy picit szűkebb fazon. A Veszprém tánc együttesnek készültek ezek a viseletek, mutatja Vidáné Csendes Cecília. Minden darab egyedi, hiszen a díszítésekben vannak eltérések. Ez a pálpataki és korondi viselet, itt is többféle fazon létezik. Van, amelyiknek csipkés köténye van, mindegyik lerakott, és van pedig a hímzett köténnyel. A lájbiuk, a mellényük is különböző díszítéssel készül, mert nem egyforma. Tehát az összes darab, ami el fog készülni, mindegyiknek más a bársony díszítése, hogyha megfordítom. Ennek is teljesen más például a hátadíszítése, és ennek is teljesen más. Tehát az összes díszítés különböző, szoknyáknak a díszítése is teljesen különböző. Igazából minden lány majd saját magának meg fogja ismerni a ruháját, hogy van díszítve. Vidáné Csendes Cecília néptáncos ballett viseletkészítő. Ugyan már nem ropja a színpadon, de ruhái egyre több helyen megtalálhatók. Kislánykoromban elkezdtem néptáncolni a Somogyi Aprókba, aztán felkerültem a Somogy Táncegyüttesbe, és a Somogy Táncegyüttesnél szükség volt rá, hogy valaki viseleteket készítsen, mert nem volt, aki varjon, és közben én női szabónak tanultam, tehát így adódott a dolog, hogyha szükségük van rá, akkor én megpróbálom. És akkor eredeti régi darabokat szedtünk szét, és akkor így kezdődött, hogy az alapján kezdtem el varni a viseleteket, úgyhogy most már lassan 30 éve. A viseleteknek nagyon különleges szabás mintája van, tehát régen nem ugyanazok a fazonok voltak, mint amiket most varrunk, mint női szabók, hanem különböző téglalapokból, kockákból, idomokból, tehát abból raktak össze egy-egy viseletet. Mennyire volt nehéz megtanulni ezt a fajta ruhakészítést? Szerintem nagyon nehéz, de annyiból van nekem szerencsém, hogy én táncoltam, tehát hogy tudom, hogy mi kell a táncosoknak, hogy mitől lesz kényelmes, hogy a hónaljába páhát kell tenni, ami ilyen kis tojásféle betét a felsőknél, hogy fel lehessen emelni a karjukat, tehát könnyebb lehessen táncolni. Az alsó szoknyákból is nagyon sokféle fajta van, tehát igazából, tehát hogy ezért könnyebb nekem készíteni, mivel hogy táncos voltam. Hogyan lehet mondjuk egy szoknya kényelmes viselet, amikor akár mondjuk 5-6 alsó szoknya ott van alatta? Ezt meg kell szokni, ehhez táncosnak kell lenni. Tehát igazából a gyerekek is kicsi koruktól tanulják azt a fellépéseken, hogy milyen, amikor először csak egy szoknya, két szoknya, három szoknya, aztán amikor már felnőttek és olyan viselet van rajtuk, akkor 4-5 vagy akár 6 alsó szoknya is van rajtuk. Bár ma már a népi motívumok és anyagok a modernebb ruhákra is jellemzők, Cecília tradicionális viseleteket kedveli, ezeket is készíti. Kimondottan úgy dolgozom, hogy csak a régi minták alapján, tehát eredeti viseletek alapján, múzeumi darabok alapján, könyvekbe fellett leírások alapján, tehát csak is eredeti. Tehát most már nagyon, nagyon csak az számít, hogy minél jobban az eredetire hasonlítson. Nem tudjuk ugyanazt elkészíteni, mint 40-50-100 évvel ezelőtt, mert nem ugyanazok az anyagok vannak, de törekszünk rá minél jobban. Régen a viseletek mennyire igazodtak alkalomhoz, hétköznapokhoz, akár ünnepekhez? Mennyire volt gazdag mondjuk hajdanán egy ifjú lánynak a szekrénye?
Mindenféle viselet van, tehát volt munkára viselet, a földekre hát viselet, tehát hogy olyan ruhájuk, amit arra használtak, hogy a földekre kijártak dolgozni, volt, amiben templomba jártak, volt, amiben ünnepre, bálba jártak, legtöbbször az ünnepi viselet már, ami elkopott, tönkrement, azokat fogták be régen már dolgozós munkás ruháknak. Volt, amikor a felső szoknyák már elkoptak, és akkor azok voltak az alsó szoknyák, mert mondjuk nem volt már pénzük arra, hogy még vásznat szőjenek, és több alsó szoknyájuk legyen. A viseletek minden darabját maga készíti, bár a varrógép nagy segítség Ceciliának, az aprólékosabb díszítés mégis sokszor kézi munka marad. Régen kézzel készült, igazából minden kézzel készült. Aztán ugye bejöttek ezek a kézzel-lábbal hajtós varrógépek, most már ugye nekünk könnyű a helyzetünk az elektromos varrógépekkel, de amiket például most készítek viseletek, azon nagyon sok kézi munka van, tehát amit nem lehet helyettesíteni géppel, és azt ugyanúgy muszáj megcsinálni, mint elkészíteni, mint ahogyan eredetileg volt. Mi az, ami kézzel készült a mostani viseleteidnél? A kötényeknek a hímzése, akkor a szoknyákon vannak rakások, darázsolások, az is mind kézzel, és a derék berakása is tűre, tehát úgy mondják, hogy tűre fűzzük, nagyon apró kis rakásokkal, az is mind kézzel készül. Mondhatjuk azt, hogy a szövet is. És a szövet is természetesen, igen, mert nagyon különleges szövetekből készültek ezek a viseletek, és Kaposváron egyetlen egy hölgy van, sőt, igazából az országban szerintem, aki például ezt az ezerkockás, piros kockás anyagot le tudja szőni, a Csapó Angéla, a népi iparművész, és gyönyörűen dolgozik, és ugye együtt szoktunk dolgozni, amikor szőttes anyagokra van szükségem. A járványhelyzet miatt ezúttal elmaradtak a ruhapróbák, babákra készültek a viseletek, hogy aztán a táncosok életre keltsék azokat majd a színpadon. Töklámpások készítése segít önmagunk megismerésében, ezt vallja Bajci Marianna. A siófoki kreatív alkotó foglalkozásain fúró használatával születnek a díszek. A Vietnámban kifejlesztett technikát bárki elsajátíthatja egy-egy program alkalmával. Egymás után készülnek a szebbnél szebb töklámpások a Marianna Art kuckóban. Ez a fiatal pár Zsámbékról érkezett Siófokra, hogy elkészítsék saját díszüket. Eszter a párját lepte meg a közös programmal születésnapjára. Nagyon tetszik, és azt látom, hogy neki is tetszik, és azért nagyon boldog vagyok, és hogy így majd lehet egy hobbija, mert ő ezt szívesen még csinálgatna otthon. Bajci Marianna Vietnámban sajátította el és fejlesztette ki ezt a technikát. A díszekhez szükséges tököket Észak-Vietnámban termesztették, innen szerezte be az alapanyagokat. Éppen egy pajzsmirigy műtétre készültem, akkor úgy voltam, hogy lehet, hogy nem fog tudni beszélni, egyébként sem tudtam angolul, meg még hangom sem lesz, és hogyha nem tudok kimenni a lakásba, és nem tudok más csinálni, akkor kellene valami olyan tevékenység, amit otthon a lakásban tudok végezni. És mivel láttam az utcán ezeket a tököket, és már régóta bennem volt, hogy úgy kipróbálnám, hogy milyen ezekből valamit alkotni, ezért mielőtt bementem a kórházba, bevásároltam. És akkor vettem fúrót, vettem gyöngyöket, vettem ragasztót, vettem ilyen tököket, és akkor elkezdtem ezeket fúrni, amikor hazamentem. Aztán egyre nagyobb csodák születtek, egyre több időt töltöttem ezzel, aztán már volt, hogy szinte 3-4 órákat aludtam, és tényleg teljesen beleszerelmesedtem. Úgyhogy különböző mintákat, különböző technikákat próbáltam ki, különböző fúrófejeket vásároltam, hogy mivel mit lehet csinálni, és hát rengeteget törtem, zúztam körülötte, meg futottak egybe a kis lyukak, úgyhogy nagyon hosszú volt a folyamat, ahogy tanultam, de nagyon-nagyon élveztem. Ma pedig már szívesen adja tovább tudását az érdeklődőknek. A töklámpásokat különböző méretű lyukakkal és kövekkel díszítik. Egyrészt a lyukak sűrűségével, másrészt a lyukak nagyságával tudunk játszani, és hát ugye a fény, hogy ki tudjon jönni, ehhez mindenképpen lyukakat kell alkotnunk különböző formában, különböző mintákkal, és én még kövekkel is szoktam. Van, hogy Swarovski köveket rakok bele, van, amikor műanyag kövek, van, hogy sima üvegkövek, tehát ezeknek a játékossága, sőt, most már vettem hegyi kristályt is, és akkor azzal is tudom dekorálni.
ezekkel játszok. Emellett a furt motivumok is fontosak, tette hozzá Bajci Marianna, az alkotás pedig mindig élmény. Aki kezd alkotni, végig simogatja, vagy megszagolja, vagy az ujjaival játszik rajta, akkor érzi, hogy milyen egyenetlenségek vannak. És ezek az egyenetlenségek, ezek ugyanolyanok, mint a mi különböző hibáink, vagy az a nem tökéletes formáink, vagy nem tökéletes tulajdonságaink, amit eldönthetünk, hogy tökéletesként kezelünk mindent, és mindennek így van helye, ahogy van, vagy pedig tökéletlenségként, és így keressük meg a helyét. Úgyhogy például a tökön a különböző eltéréseket eldönthetjük, hogy beleépítjük a dizájnba, vagy pont kikerüljük és eltesszük oldalra. A tökök elkészítése közben az ember megtanul saját magára is figyelni. Ez a kreatív alkotás lényege. Ennyi fért ezúttal a kulturális magazinunkba. Jövő heti adásunkban ellátogatunk Husi Gyula népzenészhez, citera készítőhöz, aki nem csak muzsikál majd, hanem megmutatja, hogyan is készül a tradicionális magyar hangszer. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Ezt, valamint korábbi műsorainkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára kattintva. Viszontlátásra!